Sziasztok, Bodzi vagyok, és ma a Type 5 Heavy-ről lesz szó ebben a kis replayben. Ugye a Type 5 Heavy az új patchben, a 9.17.1-ben egy jó kis torony megerősítés kapott. Ugye ez a terület alapból már 2.80 ezzel a területtel együtt, illetve ezzel a területtel együtt, viszont a torony felső lemeze már néhol a 300-as értékeket is súrolja. Ugye a hasa alját abszolút nem érdemes belőni, mivel ott már effektív ilyen 400-as értékeket is produkálhat. Az egyetlen gyenge pontja az itt a toronynak a kupola része, ami szemből csak 250 mm-es effektív értékkel rendelkezik. Ugye a tankba jelen pillanatban kettő darab lőszer fajta pakolható, már a kisebbik is 1100-as sebzéssel tud produkálni, míg a erősebbik lövedék azért 1400-at. Összehasonlításképpen az E100-nak a HE lövedéke maximum 950 damage-et tud produkálni. Tehát úgy gondolom a Wargaming-nél megint egy kicsikét átestek a ló másik oldalára. Az így kioszható sebzés ennél a tanknál percenként, ha minden összejön, akkor 4200 DPM percenként. Azért az egy horrorisztikus érték. Na de akkor nézzük is, hogy Frici 1-2-3-4-ünk mit alkotott ebben a meccsben. Ugye, mint a videó címéből kiderült, azért elég jól produkált lepattanó téren. Ennek az ágyúnak a nagy előnye az, hogy nem kell gyenge pontot célozni vele, elég ha csak betalál. Tehát ez egy ilyen no skill tank lett, ami nem a játékos hibája, egyszerűen a végén megint elszállt vele. És nézzük is, hogy hol lőtték be. Hát ott a lövegpajzs mellett alatti kukucskáló részen. Már is 3140 felfogottnál jár. Lehet látni, hogy melyik részén tudott. Melyik részén tudták belőni. Azt azért érdemes tudni, hogy ha 20 fokban beforgatjátok ezt a tankot, az egy brutális páncélértéket kaptok. Nem azt mondom, hogy belőhetetlen, de kicsit macerás. Ugye átlagosan, alapfelszereltséggel, alaplegénységgel 3 lövést tud leadni percenként. Látjátok az E100-nak az oldalát, épp hogy eltalálta, mégis 250-et sikerült beleverni. Kicsit mozgatja a tankot, abban a pillanatban nem tudják a gyenge pontokat célozni. Ezzel a 20 fokos döntöttség elég sok lepattanót fog szedni. Ez egy kicsit elment a levesbe ez a lövés. És már is több mint 5000 lepattanónál jár Frici. Lehet látni, hogy az E100 se a torta, de még az arti sem tudta belőni, mert pontosan a lánctap előtt esett le a lövedéke is, hát nem sebzett semmit. Érdekes, az első pár bekapott lövés után azóta nem bírják megsebezni Fricinket. Látjátok, pedig jó szögben áll szerintem az E100, mégis bele tudott verni 192-t ezzel a robbanó lövedékével Frici. Bár lehet, hogy egy kicsit túlforgatva az E100. Már is majdnem 10.000 felfogott Dimizsnél jár, 9.120-nál. A kiosztott sebzés az még csak 1700. De hát lesz ez még több is. Ma
Ugye ott a másik új tank, amit bevezetett a végé, az új 8-as szovjet prémium, az Objekt 252 Defender, ami szintén egy kicsikét túl jóra sikeredett, de nem belőhetetlen. Tehát annak a tanknak is azért megvannak a gyenge pontjai, de hát ennek az ágyúnak Isten igazából teljesen mindegy, hogy van gyenge pontja, vagy nincs gyenge pontja, ezzel az ágyúval elég eltalálni csak az ellenfelet. Tessék, tortában 4.39. Azért a Defender azért oldalról tudja szedegetni. Újabb 4.93 a tortába. És abban a pillanatban, hogy beforgatja, majd látni fogjátok, nem nagyon tudja majd szedegetni sem a Defender, sem a torta. Torta az elköltözött az örök vadászmedőkre. És mennyire jó az a Defender, az lehetett látni az előbb egy pillanatra, hogy a I-esetet szemből gyönyörűen tudta sebezni. A 252 az nagyjából egy IS-7-es alvázzal és egy IS-6-os toronnyal rendelkező tank, durván. És van benne azt hiszem egy 250-es átütésű ágyú talán. Hopp, ez nem is IS-7-es volt, csak egy IS-3-as, én néztem félre. Elnézést. Fricu megadta a Defendernek a kegyelemdöfést. Idáig kiosztott 4470 damage-t, van 2 killje, és van egy 11200 felfogott sebzése. Hát ez valami brutális. Arti nem találta el, de ő legalább ügyesen tudta viszonozni a tüzet. Hát egész egyszerűen ennél a tanknál nem tudom, hogy mit fognak kezdeni a ellenfelek. Továbbra is azt mondom, és javaslom, hogy próbáljunk már mindenféleképpen az oldalba menni, mert ott legalább már csak 160-as páncélja van. Tehát onnantól kezdve gyönyörűen lőhető. Nézzétek, semmiféle gyenge pontot nem kell célozni. Elég, ha eltalálja az ellenfelet. És a kis mouse-ba, a VK 101P-be simán lőtt egy 4 valamennyit, és ezzel véget is ért a meccs. Ugye Fritzink ebben a meccsben kiosztott 5351 sebzést, ezért megkapta a nagy kalibert és az acélfalat, valamint volt 11200 felfogott sebzése. Hát, nem tudom végig, merre megy az utatok. Köszönöm a figyelmet, Bodzi voltam, sziasztok!